Tisztelettel, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. És akkor elmúlt a nyár, ismét itt vagyunk. A következő ország, amiről a Szerelmem Európa keretében beszélgetünk, Ciprus. Nem tudom, hogy önök közül jártak-e nyáron Cipruson, én sajnos nem, de a beszélgető társaim annál többet. Igaz, hogy nem feltétlenül most nyáron. Nikicser László például hivatalos küldöttként, hogy hívják ezt, nagykövetként. Ügyvívő voltam csak, de majd elmondom, ha... Sokszor, és Lambrú Máriát pedig mindenféle családi szálak is kötik. Szerelmi emigráns szokták mondani. Úgyhogy Ciprusról ma sokat fogunk megtudni, én legalábbis remélem és kíváncsian várom. Annyit tudunk, hogy hol fekszik, meg azt is tudjuk, hogy e pillanatban két Ciprus is létezik valamilyen formában, ami igazán érdekes kérdés annak, aki valahogy közvetlenül kapcsolatba kerül ezzel az országgal. Ez egy fájó pont a mai napon. És a ciprusi helyzet, már földrajzi helyzet, nagyon előnyös. Mondhatnám stratégiailag igen fontos, mert hogy arrafelé Ázsiába is, Afrikába is, Európába is nagyon könnyű oda pillantani. Előny és hátrány. Ez hátrány is lehet, igen, természetesen. Igen. Nos, hát az ókorban is ismerték már Ciprust, és ha jól tudom, de akkor cáfoljanak, ha rosszul tudom, hogy a nevét azt a rézről kapta, mert hogy rezet bányáztak ott, és az ugye kuplum latinul, és akkor, és a latinok nevezték el Ciprusnak, vagy már a görögök? Már görögök. Mert hogy görögül is úgy mondják. Akkor már is tanultunk valamit, kedves nézőink. Tehát a görögül is úgy mondják a rezet, hogy Ciprus. Egy javaslattal szeretnék élni. Máriát Cipruson ismertem meg, ez nem a tanúfilm harmadik része, meg fölított változata. Az ő élete és a családjának, szűkebb és tágabb családjának élete, az egy regény. Javaslom, hogy a szerelem migránsaként kezdje meg a történetét, mert valóban meg fogod látni, hogy több nemzedéken áthúzódik élő mai szálakkal. És a jövő mit hozhat még? A jövő csak jót. Mária regénye csak következik. Jót. Kedves nézőink, Mária regénye most indul. Igen. A férjem Magyarországon tanult, az első ciprusi diákok között, akik Magyarországra érkeztek 1963-ban. Tehát a vágya és álma az volt, hogy a Műszaki Egyetemre szeretett volna kerülni, és vízépítő mérnök szeretett volna lenni. Mivel mielőtt jött egyetemre, már dolgozott az ottani vízügyi hivatalban, és Cipruson ugye a leges legnagyobb probléma a víz. Eső, nincs folyója Ciprusnak, semmi? Nincs folyója, csak téli folyója van. Körbe-körbe ugye ott a tenger, de folyó nincs. Azt nem ihatják. Az nehezen. Télen esik csak az eső, tehát az azt jelenti, hogy novembertől májusig. Ha ez alatt az idő alatt nem esik az eső, akkor szomjan halnak. Tehát a férjem álma és vágya az volt, hogy völgyzárokátakat tervezzen és kivitelezzen, és ezt meg is valósította. És ezért erre a hegyekkel tele zsúfolt országba jött tanulni Magyarországra. Igen. Véletlenül igen. Sem Ausztriába, vagy nem, Svájcba. Nem. Magyarországra jött. Szerencsére. Az ő szerencsére, az én szerencsémre. Igen. Elvégezte az egyetemet, utána bent maradt az egyetemen, doktorált, és aztán ugye elérkezett a pillanat, hogy menjünk Ciprusra. Én addig nem jártam Cipruson, hát az idő, amikor az emberek csak úgy utazgatnak, annak idején kicsit más volt. Nagyon nehezen kaptam egy kivándorló útlevelet, és ezzel kikerültem ugye Ciprusra, ahol óriási nagy csalódás várt, ugye a férjemet tárt karokkal várták, hogy elkezdjen dolgozni a ciprusi állam vízügyi hivatalában, de kiderült, hogy ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjen dolgozni, le kell tölteni
a katonai szolgálatot, ami 6 hónap volt, tehát megérkeztem Ciprusra egy kisgyerekkel, és hat hónapra, igen, ott maradtam a mamával, aki ugye nem tapsikolt, hogy megjöttem egy láda könyvvel, mert már kinéztek neki, egy jó menő családból származó leányzót, akinek szállodája volt a kerinyai kikötőben, mint végzett mérnök, természetesen. De a férjét gondolom azért katonának, hogy ahhoz is értsen, hogy akkor, amikor vizet kell pakasztani, akkor hogyan parancsol majd a hegyeknek? Na hát ez az. Na minden, eltelt ez a 6 hónap, nagyon nehezen. Közben megtanultam görögül, perfekt. És utána ugye dolgozott a Nikóziai vízügyi hivatalban, és elkezdte tervezni a gátakat, egyik gátat, másik gátat. Idén rengeteg eső volt Cipruson, 1901 óta nem esett ennyi eső Cipruson, tehát az összes 97 darab, minden megtelt, és ezt nem érte meg a férjem. De nagyon sajnálom. Hát száradak nagyon. Maradtak azok a gátak? Hát sosem volt így, hogy tele lettek volna. Félig tele, 40%-os, 70%-os, de tele még sosem voltak ezek a gátak. De milyen szépen mondta, hogy félig tele, ez az optimistának. Persze, a szava, én egy optimista. Mert biztos van olyan, aki azt mondta, hogy félig üres volt. Igen. De akkor még egy Ciprus volt csak, ugye? Akkor még egy Ciprus volt, és mi Észak-Cipruson laktunk, ahol most a törökök vannak. Kerinyát valószínűleg a honfitársaink Kirénia néven ismerik. Kirénia, igen. A térkép szerint. Látom, Kerinyára te is reagáltál. Ez ott van fönt. A legszebb vidék volt, amíg egységes volt, és a turisztikai bázis is ott volt. Igen. Nikózia a főváros, azt tudjuk. Középen van. És akkor délre mi van? Limassol és Páfosz és Larnaka. Larnaka a repülőtér. Igen. A repülőtér miatt Larnaka is. Turisztikai célpont is. Hogyne, igen. Az északi rész az 36%-a, jól emlékszem, mert ott van. Az ENSZ zöldövezete, meg a két brit bázis, ami 254 négyzetkilométer, tehát a felső 74 óta megszállt rész, ami kettévágja a vonal Nikóziát, az 36%, a lenti pedig 60 valahány. És ott Kirénia, a Famagusta, amit még ismerhetnek a honfitársaink, ezen a néven legalább ismert, ugye a ciprusiak másként hívják. Ezek mind azért már hallott nevek. Persze, tehát itt inkább az a ismeretlen számunkra, és hát számomra legalábbis, és gondolom, hogy nézőink nagyobb részének a számára is, az, hogy hogyan alakult ez ki, hogy végül is Ciprusnak a hovatartozása az egyrészt ilyen bonyodalmat jelentett, az ókorban mondjuk hova tartozott? A görög kultúrához tartozott, vagy inkább a kis-ázsiai, mondjuk perzsa meg? Ciprus történelme a Krisztus előtti 8. évezredben kezdődik, és hát az őslakosok, azok ciprusiak voltak, az úgynevezett eteociprióták. A görögök a Krisztus előtti 2. évezredben jelentek meg Cipruson. Akkor Görögország tartozott Ciprushoz, mondjuk így. Hát ahály görögök városállamokat létesítettek a szigeten, tehát tulajdonképpen a 2. évezred, Krisztus előtti 2. évezredtől Ciprus görög sziget volt. Aztán mivel réz volt, arany volt, hatalmas erdőségek voltak, cédrus erdő. És akkor víz is volt még, ha erdőségek voltak. Hát erdők, folyók, Sztrábon és Hérodotosz, folyókról és árvízről. Hát hova lettek az erdők? Hajókat építettek belőle? Hajókat építettek. Mert ez szokás volt akkor. Hajókat építettek. A rész az, hogy rezet nyerjenek, hát ahhoz is rengeteg anyagra volt szükség. Tehát már a rómaiak idején kiirtották az erdőket. És semmi kísérlet nem történt? Kísérlet arra, van. Hogy... Nehéz. Egy olyan országban, ahol nagyon kevés a csapadék, elültetnek 100 fát, és abból, ha megmaradt 20. Hát nem éri túl. Csak mennyit el kell ültetni 100-at, és akkor próbálkoznak.
De nem egy egyszerű dolog. Tehát Ciprus görög sziget. Kiírtani egyszerűbb volt. Igen, sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb. Az enózis, az ugye egy görög szó, és azt hiszem, hogy azt jelenti, amit nálunk a 48-as forradalom kívánt, hogy uniót, akkor történetesen Erdéllyel kívánt uniót, a görögök pedig Ciprussal kívántak uniót ez alatt a szó alatt. Nem így? Ez egy érdekes dolog, ez az enosis kérdés. Egy enosis, ugye, úgy enosis, bocsánat. Igen, enosis. A ciprusiak álma mindig az volt, hogy egyesüljenek Görögországgal, de ez egy álom volt, és egy álom maradt. És ez csak a ciprusiak álma volt, vagy a görögöké is? Nem hiszem, hogy a görögök olyan nagyon szerették volna Ciprus. Egy-két őrült ezredes azért itt ott előfordult. Aztán bepucsolták a demokráciát, meg az érsek elnököt elriasztották, de amit mondtál, az egy érdekes dologra vezet vissza, mert azt mondtad, hogy ciprusiak, hát először is az ókor után mondjuk 1570-ig átugorhatjuk az időt, mert akkor volt a velenceiek törökök nagy csatájában a török győzelme, akkor elfoglalták az egész szigetet, nem akarom a Wikipédiát mindenki olvasta, de 300 évig, pst, ugyanis addig például a muszlim lakosság szinte nem létezett. E periódus végén sem volt jelentős muszlim lakosság. Aztán jöttek ugye a török-orosz háború, az angolok megint majd ők rendet tesznek, és olyan elnézést kupit hagynak maguk után, hogy azt senki nem szedi szét legalább. Szívességből ott maradtak egy ideig. Várjál, ott maradtak, de ahogy azt máshol is tették, akár Afrikában, akár a Közel-Keleten, úgy jöttek el, hogy a nyomuk ott maradt, és ez a nyom, ez a mai napig, és ez még egy pár évig zavarni fog. Ciprus, Közel-Kelet, stb. 1925-ben azt mondták, világháború után is, hogy Einstand, és gyakorlatilag az 60-ig, a függetlenség kikiáltásáig, amit a londoni zürichi megállapodások rögzítettek, ok voltak ott, és akkor nyerte el Ciprus a függetlenségét. Mária 63-at említette, nem véletlen, említette, hogy az első diákcsoport akkor jött Magyarországra, hogy mentek gondolom a Szovjetunióban, máshova is. Azért ez a vezetés nem egy kőkemény jobboldali volt ott, ahogy általában nem volt a frissen függetlenségüket elnyert országok körében. És akkor is, ha jól emlékszem, a törökök aránya 18 volt. Akkor. És 74 után akkor a betelepítések voltak, de ez már egy újabb szakasz. Tehát 60-tól függetlenek, 63-ban már nagy-nagy balhé van, villongások, ENSZ övezet a szigeten, és 74-ben pedig, hát ez egy érdekes történet, sok görög barátom volt, vagy ciprusi görög, meg ottani magyar, mindig ez egy olyan téma volt, hogy ez az őrült görög ezredes 74-ben, szóval tudod, hogy ki kezdte? Ők kezdték, vagy visszajutottak. Az enózisról kérdeztél, mindegyik oldalon, én azt hiszem politikailag úgy emlékszem, a törököknél volt a Taksim, ami most is létezik, amikor fenyegetőztek, hogy nem csak a felső részen az egész szigetet, mert hogy ez a Törökország része, folytatása. A görögöknél is voltak mindig, aztán a ciprusi barátaink között is volt egy-két mozgalom, amelyik túl sokat akart, szóval ez nem fekete-fehér, és az sem igaz, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütött, de hát a helyzet az, hogy amit említettél, az 74 óta akutabb, mint bármikor. Ez a enosis, vagy a másik oldalon a Taksim, ami 83-ban ugye a mások által el nem ismert észak-ciprusi törökköztársak ki. Említette az imént az elnök érseket, aki a gondolom a Makarios nevezetű volt. Hogy tudta, szóval vallási alapon tartott fönt egy országnak az egész politikai rendszerét, vagy hogyan van ez? Az ember arra gondol, hogy mit tudom én, Iránban Ayatollah uralom volt sokszor, talán ma is. Ennek nincs köze hozzá? Nem, ennek nincs köze hozzá. Tehát attól... Most a ciprusi nép nagyon vallásos. És hiányzott az értelmiségi réteg. Cipruson nem volt egyetem, most lett egyetem,
8 évvel ezelőtt alapították meg a Ciprusi Egyetemet. Egyáltalán nem volt közoktatás Cipruson. 1960 óta van kötelező közoktatás. Ezt elképzelni lehetetlen. Hát nagyon nehéz. Mivel hogy ez annyira kényelmes volt, ugye, nagyon sokak számára, hogy hát maradjanak műveletlenek. Erről az angolok tehetnek? Most kiről beszél, melyik időszakról? Sok mindenki tehet. Mária, a ciprusi egyház az első egyház, hiszen a... Igen. Szóval ők nagyon vallásosak. Az egyetlen, akik tanulni tudtak, azok, akiket papnak szántak. Például a szerencsétlen Makariosz érsek, aki egy kis páfoszi faluból származik, 7 gyerek közül a legidősebb, akit a kolostor, ahová a szülei őt elvitték, tanítatta. Plusz a tulajdonviszonyok is kihatottak arra, hogy azért a vezetés... Óriási része... nagy tulajdonú Ciprus elég nagy részének a földje egyházi tulajdonban volt. Adófizetés nélkül annak idején. Igen, apróságban. Szóval az, hogy kérdezted, amikor a britek nem hagyták ott soha, mert 2 bázisuk most is ott van. Érdekes lesz majd, ha a Brexit bejön. Én úgy tudom, hogy az eurót elfogadják akrotériben. A bázison nem. Nekem azt mondta valaki, minden, akkor tévedtek. Utána azért majd fölmerül, de vannak konkrét érdekes történetek erről. Ugye a 60-as alkotmány, vagy a Zürich-London, az azt irányozta elő, hogy az elnök görög, az alelnök török. Csak ez soha nem működött. Hát ez olyan, mint a házasság, ahol mindig a férj hozza a fontos döntéseket, és nem tehet arról, hogy az utóbbi 40 évben nem volt fontos döntés. Igen. És akkor Most, amikor megszületett a ciprusi alkotmány, akkor azt is el kellene, hogy mondjam, hogy mielőtt megkezdődött volna a felszabadítási harc az angolok ellen, nem volt ciprusi görög és ciprusi török. Ciprusiak voltak. A ciprusi török nem tudott törökül, mert ezt a ciprusi dialektust beszélte. Jól éltek, harmóniában éltek. Akkor megkezdődött ugye a szabadságharc, különböző szituációk során ugye kezdett kialakulni ez az ellentét. Már megint a törökök, már megint a görögök. És aztán, amikor befejeződött a szabadságharc, és megszületett ugye a ciprusi alkotmány, akkor az alkotmány írja, hogy Ciprus zászlója, ugye, fehér alapon sárga Ciprus, alatta a 2 olajág, a sárga a réznek a színe, a fehér a semlegesség színe, és a 2 olajág a béke a ciprusi törökök és a ciprusi görögök között. Igen, ám, de az alkotmány, az is benne van, hogy a görögök használhatják, a ciprusi görögök használhatják a görög zászlót is, hogy mutassák, hogy ők görögök, és a ciprusi törökök használhatják a török zászlót is, hogy kimutassák azt, hogy ők törökök. Tehát hirtelen görögök lettek, és törökök lettek. Ez érdekes dolog, mert nekem az a meggyőződésem, hogy akkor jártak volna jól, hogyha ilyesmi egyáltalán nincs benne. Hát ki olyan zászlót használ, amilyet akar, mellette annyi rész. A lényeg az, hogy az országnak legyen egy zászló. A megállapodást úgy hívják, hogy zürichi, londoni, ez elég sokat elárul, hogy kik voltak kik írták a szerződést, jó, fél a tréfát. A 60-as években általános tendencia volt, ez volt a politikai erőviszony kifejeződése, hogy úgy jövünk el, hogy azért jobban ott maradunk, mint amikor ott voltunk fizikailag. Gondold meg, hogy ott van a 2 bázis Cipruson. Van egy érdekes történet, nem tudom, meséltem önöknek annak idején. 98-ban az akkori, a külügyben volt a főszervező, elkísértem a helyettes államtitkárt, és elmentünk Ciprusra elbúcsúzni, stb. És fogadta őt a Clarides elnök, akkor ő volt a köztársaság elnök a palotában. Akkor volt ez a nagy botrány, az SS rakéták ciprusi telepítése, igen, vagy nem. De arról volt szó, hogy az már Oroszország volt, telepített volna X rakétát, amely a híradások szerint nézte volna, hogy jönnek-e török repülők északról. Szegény Clarides úr meghalt, tehát már elmeséltem a történetet, mit mondott, nagyon okos ember volt szerintem. Nagyon. Azt mondta, hogy nézze, államtitkár úr mondja,
neki. Ki gondolja komolyan, hogyha a törökök elindítanak 100 repülőt, abból mi 2-3-nál többet le tudunk szedni ezekkel az orosz rakétákkal. Erről nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a rakétákkal jönnek a radarok, és a radarokkal jön orosz személyzet. És ez a radar, ez belát Dél-Törökországra, Izraelre, a Dél-Cipruson lévő angol katonai bázisokra, Egyiptomba, stb. Stb. Ennyit arról, hogy mi, ami kifelé látszik, és mi, ami nem. Ez visszautal arra, hogy milyen stratégiai helyzete van, mert azt tudjuk, hogy ő a Ciprus az ázsiai talapzaton állítólag, ott most megtalálták a nagy gázmezőt, de hát kultúrája van, ez más. Ez a láthatóságra jut eszembe, elnézést, ez tulajdonképpen egy ilyen kis kitérő ebben, hogy valószínűleg olvasták a Muszadag 40 napját, ami az örmények sorsáról szól, mondjuk így. És a Muszadag hegyről leírja benne, hogy onnan lehetett látni jó időben Ciprust. Hogyne? Szíriához 95 kilométer, ugye? 95 kilométer, Törökország 70-70 valamennyi. Tehát lehet látni, hogyne? Különösen télen, tiszta időben, a Taurus-hegyen hóborítja a Taurus-hegységet, látjuk a törököket, hogyne? Egyébként az egy sok, amikor az ember lent a városban, még egy szál trikóban, meg nadrágban van, elindul autóval, fölér X idő alatt, és körös körül hó, és ott van a nagy, ott van még az a nagy gömb, a hogy brit lehallgató, igen. Én fel voltam hosszú nadrágban normálisan, és körülnéztem, idősebb brit turisták rövid nadrágban, majdnem fürdőruhában, és lent a hó, hát ilyen hó volt. Uh-huh. És ez azt jelentett, hogy hát mennyi, Trodosz 60 kiló, van 60 Nikóziától? Körülbelül. 60. Körülbelül. Jó, hát szerpentinen fölmész, az jó magas, de igen. Hihetetlen. 2000 méter. Így van, ezen a szigeten képzeld el. És amikor jössz vissza a hóból, akkor utána szinte megint a jó. Igen, igen. Hát a már említette Kiréniát, a ciprusi kérdés egyik nagy megoldásának egyik nagy nehézsége, amennyire én látom így 20 év távlatából, ez a tulajdonviszonyok. Hát, igen, ha megkérdezed igen. Máriát, hogy az ő családjuk, rokonságuk mit vesztett el Kiréniában, vagy ismerősök, rokonok. A kérdés már meg is van. Igen, nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent. A férjem szülőháza a tengerpart közelében volt. Egy nagyon szép ilyen neoklasszikus ház, amit most a törökök lebontottak. Ugyanúgy lebontották a mellette lévő nagynéni házát, és a mögöttünk lévő nagymama házát. Előbb el kellett venni ahhoz, hogy lebontsák. Hát ott vannak. Nem vették el. Ne. Ott van. Hát 74 óta ott vannak. 74 óta ott van. És szálloda van, és kaszinó. Uh-huh. Lebontották. Brit turistáknak, sőt, Lebontották, igen. A kezdetben, amikor át tudtunk már menni, és átjártam csoporttal, akkor még megvolt a ház, és hagyták csak az utca felőli a front oldalat, és mögötte elkezdtek bontani, és utána eltűnt a... Volt egy gépkocsi vezetőnk, aki itt végzett a testnevelésén Budapesten, Jorgosz, emlékszik rá, és az ő rokonsága is Kiréniából leszünk, mert származik, és amikor mi voltunk ott, akkor diplomata rendszámára át lehetett menni. A törökök eljátották azt a viccet, hát ők is tudták, hogy egy fontért vízumot kellett volna venni, mondtam, hogy hát engem győzködhetnek, de mikor rokonok voltak ott, akkor oké, veszek. És ezzel a fiú, mint a követség sofőre, át tudott jönni. 20-30 körül volt, akkor volt életében először, igen. Ott, ahonnan a szülei, nagyszülei, nem tudom kiket, és a fiú sírt, egy 30 éves fiú, igen. Emlékszik egy nagy darab, sírt, ott a kikötőben, elhiszem. És akkor döbbentem rá, még inkább, hogy te jó Isten, hát. Jó, a mi történetünkben is vannak, vagy lehetnek hasonló, vagy majdnem hasonló történetek, de ez azért egy kis sziget, nagyon közeli ez a valóság, és hát nincs megoldás, szóval kinyitottak X átkelő helyet. Nincs. Jövünk, megyünk. Nikózián belül. Most már van Pirgosz felől is. Ah.
ez új, teljesen új, tehát én átjárok csoportokkal minden további nélkül, és ugye jönnek a törökök is, dolgoznak a déli részen, mivel az északi területen elég nagy a munkanélküliség, és délen pedig keresik a szakembereket, illetve egyáltalán keresik a munkaerőt. Úgyhogy... Nem akarok nagyon fiatalosan, de azért gondoljunk bele, józan paraszt észtel, évtizedek óta ENSZ határozatok vannak arról, hogy Törökország megszállva tartja Ciprus északi részét. Ez az egész Ciprus, ez a Törökország a NATO tagország, egyik tagország. A másik oldalról ez az egész Ciprus, de jure, 2004 május 1-én az Unió tagjává vált. De facto az északi rész nem, de várják, hogy legyen és kapnak fejlesztési program, stb. Szóval ez egy őrült helyzet, nem is könnyű megemészteni, és a legrosszabb azoknak, akik ott tényleg szerintem. Annak idején én nem emlékszem pontosan, de talán a 60-as évek végén volt ez az ezredesek puccsa, ugye? 74-ben. Július 15. Volt. Olyan kés? Igen, 74. 45 éve. Igen, a hunta, a hunta, igen. Az volt igen, a... igen. Az ezredes Johannisnek? Mármint Athénben. Athénben, igen, arról beszélünk. Azt hittem, hogy a ciprusi pucs. Nem, a 60-as évek, nem, még a 60-as évek közepén. Akkor közepén, volt már? Igen, hogyne, akkor már hunta volt Görögországban. Mert hogy mintha azt említette volna, hogy hát nem lehet tudni, hogy ki kezdte a 74. dolgot, és ez lehet, hogy válasz volt arra. Mondjuk, ha én egy török lennék, akkor azt mondanám ebben a helyzetben, hogy hát ti görögök húzódtok, szeretitek azt a diktatúrát, amit itt megcsináltak ezek a ezredesek? Hát mi nagyon nem szeretnénk, akkor inkább elválasztottuk. Az történt, hogy a 74-ben ezek az őrült görög tábor katonák úgy döntöttek, hogy akkor eljött az idő, hogy az Enosiszt megvalósítsák a gyakorlatban. Ja. Bepucsolták Makariost, és volt egy Szamposz nevű úriember, Makariost, egy báb, és hát nem sokáig tartott, és ezek 74. július 15-én, ha jól emlékszem, bepucsolták a Makariost. És a törökök erre reagálva, időben legalábbis, szándékaik voltak, de időben egy tálcán hozott alkalom volt nekik, pontosan, hogy azt a 40 ezernyi katonát ecsevíték letegyék Cipruson, és létrehozták először ezt éppen a Kirénia Nikózia vonalat, aztán később egy hónappal egészen Famagusztáig kialakult már így mutatom a kamerának, amely a sziget 36%-át. Az én ismereteim szerint 180 ezer görög menekült északról. Tehát amikor a Mária Kiréniáról beszélt, az észak 180, és az 50 ezer török ment. Az később telepítették át a törököt. És De az, hogy ez joga legyen Törökországnak, a Zürich egyezményben az áll, ugye három ország garantálta Ciprus függetlenségét, Nagy-Britannia, Görögország és Törökország. És ha a három ország közül valamelyik puccsot hoz létre, akkor a másik kettőnek joga van beavatkozni. Meg volt a puccs a görögök által, a törökök ugye... lemasíroztak, hogy úgy mondjam, és az angolok becsukták. Simán? Becsukták a szemüket. Egyszerűen úgy csináltak, mintha nem. Az angol kormányzónak kint Cipruson korábban is, már a 60-as évek, tehát 63 körüli etnikum közé összetűzések során olyan utasításokat küldött London, hogy nyugi, ne nyilatkozzanak, mert nekünk Törökország nagyon fontos. Hát fontos NATO tag. Hát Szovjetunió, ez a hidegháború. Igen, hát határosan sovjetem, hogy persze, azért. Hát Görögország is NATO tag mellesleg, de hát... Hát csak a nagysága, két ország nagysága, hadereje szempontjából, igen, és a igen. Szovjetunióval Törökország volt ott. No, hát ha most ennyire... Telemereltünk, igen. Holtponton vannak ezek a dolgok. Van-e valami remény arra, hogy Ciprus valamikor mégis önálló és egy legyen? Mindenki azt mondja, hogy várják azt, hogy valamiféle megoldás legyen. Ciprus közben fejlődik, gazdasági élet. Mondhatom, hogy
nagyon jó, az emberek jól élnek, és a ugye fáj az, hogy ketté van osztva a sziget, de ez fáj tulajdonképpen az idősebb generációnak és a középkorú embereknek. Na most A fiatalok, akik nem ismerik Észak-Ciprus, lehet, hogy átmentek, megnézték, hazamentek, és azt mondták, ez így rendben van. Mi jól élünk, nem érdekel bennünket semmi. Sajnos. Ez az igazság. Ezt a közös igazság, boldog együttlétet, ezt mind a két oldalon kívánják vajon? Én, hogyha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, én rettenetesen sajnálom a ciprusi törököket. Iszonyatosan szenvednek. Hűítik őket? Nem. A ciprusi törökök kisebbség a saját hazájukban. Betelepítések voltak, óriási. Olyan betelepítések voltak, több mint 100 000 anatóliai törököt hoztak át Törökországból Észak-Ciprusra. És ezek az anatóliai törökök nem a legjobb fajta török, tehát primitívek, műveletlenek, iskolázatlanok. Biztos szavazók innen kezdik. Igen. A ciprusi törökök szenvednek. Kisebbségben voltak értelemszerűen, most is. A betelepítések aránya mellett figyelembe kell venni, hogy a 100 000 betelepített mellett 35 000 fős török katonai egység tartózkodik északon, a kis részen. 35 000, az már elnézést, eszetlenül sok. Amikor mi átjártunk a Famagusztában lévő magyar századhoz, akkor még nem voltak ilyen átjáróhelyek, hanem hogy a Famagusta az a sziget keleti jobboldali részén van, Nikózia pedig a közepén. Gyakorlatilag azt kellett megcsinálni, hogy átmentünk Nikózián végig, majd vissza. A magyar parancsnok, aki a déli részen lakott, vagy bárhol, vagy Famagusztában volt a századnál. Famagusztától a zöld vonalon át körül mennyire lehet a 5-10 kilométerre voltak maximum a magyarok, katonák. Nem mehetett át a zöldövezeten, hanem eljött Nikóziába, átjött, és a déli részen elment oda, majd vissza. Ráadásul úgy működött a rendszer, hogy a kocsiában nyomkövető volt, tehát mindenki tudta, hogy merre jár. Tehát a 100 000 és betelepített személy és a 35 000 fős katonaság, ez nem új a történelemben, nem is a legutolsó példa, mások is csinálták ezt. Én azt gondolom külső szemlélőként, hogy még egy dologra nem beszéltünk. Minden 4-5 évben megjelenik egy terv, az ENSZ vagy mások által. A legutolsó nagyobb durranás az 2004-ben volt, akkor a Kofi Annan volt az ENSZ főtitkára, úgy hívják, hogy Annan terv. És erről tartott a népszavazást délen is, északon is. És hát a kérdésre válaszolva, hogy legyen-e egységes ciprus minden áron, vagy ne, a déliek, a görög ciprióták elutasították 63-4%-ban ezt a tervet, a ciprus újra egységesítésére vonatkozó Kofi Annan tervet, északon pedig a többséget nyertek. Hát igen. Nem nehéz megérteni. De miért? Lehet ennek de valami miért? Fajta anyagi háttere? Nem, hanem a terv szerint a török katonasság ott maradhatott volna a szigeten. Hát ilyen megoldás a görögök számára nem megoldás, hiszen amelyik pillanatban akarnak, elindulnak délfelé, és megszállják a déli részt is. A katonákra, a török hadseregnek ki kell vonulni Észak-Ciprusról. Meg volt még alkotmányjogi dolog is, ami ugye így nagyon száraznak tűnik, de valójában itt a hatalom újra megosztásáról lett volna szó. És visszatérni azokhoz az arányokhoz, amelyeket soha nem fogadtak el, vagy nem működött legalábbis. Igen. Elég nehéz lett volna. Én egyetértek Máriával, itt a fiatalabb nemzedék számára nem napi kérdés. Ciprus, vagy ahogy ők hívják, Dél-Ciprus, Görög-Ciprus, ez mindig furcsa dolog. Én úgy tudom, még mindig Magyarország hivatalos álláspontja az, hogy egy Ciprus van, nem ismerjük el őket, noha az Andrásin van egy irodájuk, meg mennek a turisták ide vagy oda, de ez az érzékenység is változik, Mária. Tetszik emlékezni, amikor volt az Európa Tanácsnak egy magyar jelentéstevője, raportőrje, András Kereszt nevű. Igen. És ő néha mindig átment északra, és előfordult, hogy ott maradt éjszakára, ott aludt. Hát ezután a görög cipriót a sajtó neki esett, támadások, stb.
az érzékenység is változik, ma ez már, most már az emberek járnak ugyanott. Hogyan a ciprusi görögök járnak. Lídren, igen. Persze. Az a fő utcájuk, az a Váci utca, ami ketté volt vágva. Átjárnak, nyaralnak ott, szállodákba mennek, játszanak a kaszinóban. Remélem az idő hozzá fog járulni, de most van egy új tény, ami nehéz, ami fölbolygatja az összes országot, ez a gáz. Hogy ne? Az engerben. Izrael, ugye arról van már szó, hogy Cipruson cseppfolyósítanák azt a gázt, amibe betáplálna Izrael is, aztán onnan át tovább az egész Európa felé, na de erre bejelentkeztek többen, mert ugye ez a ciprusi partok közelében van, a gazdasági zónában, meg az izraeléké, de törökök egy időben akadályozták a kutatást, most már azt mondják, hogy nem, inkább most már mi is beszállnak. De előbb-utóbb meg kell, hogy oldódjék. Tehát ez a gáz, ez a földközi tengerben fenekéről származik. Ciprustól dél felé, Egyiptom, Izrael felé. És ezért van egy megállapodás, Ciprus, Izrael és Egyiptom. És már építik a tengerben, de Limaszol közelében. Ugye volt ott azért, néhány éve volt, amikor megtámadták a ciprusiak a bázist. Hát az jó. Jó, egy pár éve volt, persze. Jó pár éve. Milyen ciprusiak támadták? Görögök. Görög, déli. Hát jó, de hogy mondjam, környezetvédők támadták meg, mert a környezetet károsítja esetleg. Károsítja nagyon. De politikai okok miatt akkor a britek nem voltak túl szimpatikusak, meg beszóltak Ciprusnak. Hát ennek politikai szándéka is volt persze a háttérben. Hány kilométeren húzódik az ott a tengerparton tele antennákkal meg? Hát az legalább 20 kilométer. Tehát Famagusta felé a... Óriási nagy terület. Végig. Az angolok körül 110 négyzetkilométer a tulajdonuk. Tehát ez angol... vagy brit teritorium. Hát nem lisz a Ciprusban akkor, amint Budapest. 110, igen. Viszont 110, igen. 110 vagy? 110. 110, bocsánat. 110. A 10 000 négyzetkilométer egész Ciprus. És ennek egy tizede brit teritorium. Ez 110, az a 10 000-nek csak egy százada. Egy százada, jó. Viszont a Zürichi egyezmény szerint ezért a területért a briteknek fizetni kellett volna valamiféle bért. De 74 óta nem fizetnek semmit, mert azt mondják, hogy nem tudják, hogy kinek fizet. Kell fizetni. Igen. De ügyes. Igen, aranyos. Mint a aranyos. Második is alkalmaztak aranyos, igen. A receptet. Igen, aranyos, igen. Ez. De így. Magyar turisták számára egy földi paradicsom, ez akárhova. Tehát nem kell ilyesmivel találkozni. Mária a legilletékesebb abban, hogy erről beszéljen. Én idegenvezető vagyok Cipruson, bár... Mit mond az idegeneknek, akiket vezet? Az idegeneknek, őket inkább a sziget szépségei érdeklik, és nem a politikai helyzet. Na de hát, ha nincs erdő, mert már kiírtották. Hát erdő van, 1100 méter fele. Ja, igen. Igen, folyó nincs, van csodálatos tenger. Afrodité, rengeteg látványosság, gyönyörű templomok, kolostorok, úgyhogy látnivaló van. Kellően, autópályával is el van látva. A régi, nagyon régi hellén kultúrának olyan természetű nyomai, mint amik, tudom, egy Krétán például hogyne, megvannak. Hogyne, ezek, hogyne. Ezek Cipruson, igen, is gondolom. Igen. A neolitikus kortól kezdve egészen 1571-ig, amikor ugye a törökök elfoglalták Ciprus, ott minden csak épült. Épült és szépült. Aztán jött a 300 év török fennhatóság, az csak pusztítás volt. És tulajdonképpen a Ciprus a függetlenség óta kezd talpra állni, és mindaz, ami Európában évszázadokon keresztül szépen lassan kibontakozott, Cipruson 1960 óta. Tehát ez egy óriási nagy robbanás volt mindenféle szempontból. Ha nemrég óta kezdődött el az, hogy szervezett állami oktatás legyen, hát, hogy felsőfokú ismereteket, igen, is lehessen, igen, szerezni, igen, ott, igen, és így tovább, az azt hiszem, hogy azért az életszínvonalra is hatással van. Igen, elég magas. Mit csinálnak?
kereskednek. Csak idegenforgalom? Nem csak idegenforgalom, kereskednek. Mivel kereskednek? Rézzel tudom meg aranyjal. Nem. Hanem például a ciprusi hajóflotta a harmadik legnagyobb a világon. Panama, és nem tudom, a másik ország. Igen. A lisszaboni világkiállítás alkalmából a szállodahajók jelentős része egy Kostakis Lojzu nevű úr tulajdonában álló nagy hajókból állt, aki egyébként a hajótól még mindig a magyar konzul, tiszteletbeli konzul cipuson. Ezek luxus hajók, tehát a mezőgazdaság is, a tejtermékek azért. Van mezőgazdaság is, van gyógyszeripar például. Most, hogy már kialakult az értelmiségnek egy olyan rétege, aki akar valamit csinálni. Például a gyógyszeripar fantasztikusan fejlődik. Exportálnak ciprusi gyógyszere. A család történetét nem fejezte be. A lányom Magyarországon tanult, az Orvosi Egyetemen, ahol is megismerkedett egy ciprusi fiatalemberrel, aki szintén itt tanult, de a Műszaki Egyetemen. Úgyhogy összeházasodtak, miután elvégezték az egyetemet, visszajöttek Ciprusra, ahol mind a ketten nagyon-nagyon sikeresen dolgoznak, mind a ketten. A nagyobbik fiúk itt végezte most a Semmelweiset, és itt is marad az unokám, a kiválasztott magyar tehetségek közé tartozik. És ha ő visszamegy Ciprusra, nem vagy, akar, a gyereke, nem, vagy a gyereke nem akar, visszamegy igen. majd, akkor ő hányadik generációs bevándorlónak fog számítani? Ő már harmadik, viszont nagyon jó az, hogy az embernek két hazája van. Ez egy fantasztikus érzés. Mondja, mi benne a nagyon jó? Gyökerei vannak itt és ott is. Uh-huh. Tehát hazamehet két helyre. Két kultúrát kap. Két anyanyelvet. Az egy fantasztikus ajándék. Úgyhogy nagyon boldog vagyok ebből a szempontból, és nagyon boldog vagyok, hogy a gyerekeim tudtak magyarul. És soha nem érezte azt a kényszert, hogy el kellene döntenie, hogy nem, melyik. Nem. Jó, soha. Ez a szerencse, mert nem. Van olyan, aki ebben nem. Őrlődik. Nem. A háttérben ott húzódik egy fontos kérdés. Ez a Magyarországon végzett külföldi diákok esetében több nemzedék különíthető el. És ahogy talán egyszer már elmeséltem, a kötődésük más és más. Igen. Magyarországhoz. Ugye szegény András, Mária néhai férje, imádta Magyarországot, magyarul tanult, és magyar felesége is volt. A következő nemzedékekben még, ahol magyarul tanultak, erős volt a kötődés, amikor vissza is tértek. De én találkoztam éppen Cipruson, például ezzel a fiúval, aki egy nagyon rendes fiú volt, de hát azért nem sokat tudott Magyarországról, mert angolul tanult az egyetemen itt. Uh-huh. Tehát csak támogatni lehet azt a szándékot, és amikor nagykövet voltam, többször nyíltan fölléptem amellett, hogy vállaljuk magyar költségvetésből az első évben, hogy megtanítjuk őket magyarul. Azután a beszedhető. Mert ha azt mondjuk, hogy a gyerekek itt van angolul, és akkor tanultak, nem tudják, nem fogják megtanulni, hogy mi az Magyarország, ki a tenkes... Tallinnban mai napig van egy tenkes kapitány nevű étterem. A volt tévékonzulnőnk, aki itt végzett a nejemmel együtt Magyarországon, magyar szakon. Más a kötődésük. Akik még korábban végeztek, az övéké még erősebb. Tehát ezt mondtam, és összefoglalom, ha az első egy évben megtanítjuk őket magyarul, és annak egy részét, vagy teljesen átvállaljuk, amelyet aztán majd később bejtünk, sokkal másabb lesz a kötődésük, mélyebb, szorosabb Magyarországhoz, mintha eltöltöttek itt 5 évet, tanultak angolul, németül, valamilyen nyelven, úgy tűnik megértették ott fönt valahol, mert egyre nagyobb számban kapják az ösztöndíjakat külföldi országok. Ha így a kötődés került szóba, akkor azért azt is meg kell kérdeznem, Ciprus ugye hasonlóan, mint ahogy Magyarország is, az Európai Unió tagja. Mennyire van európai kötődésük? Nagyon komolyan veszik Európát. Nagyon komolyan veszik, túl komolyan veszik Európát.
és részt vesznek mindenféle európai programban. Például ez a szőlő termesztéssel kapcsolatban, amikor jött egy ilyen európai határozat, hogy ki kell szedni azokat a szőlőfajtákat, amelyeknek a minősége nem megfelelő Európa számára, és ezért ugye kaptak pénzt a szőlőtulajdonosok, kiszedték a szőlőket mindenhonnan. Viszont az Európa által küldött új szőlőfajták Nem akartak megtelepedni. Nem bírják a ciprusi éghajlatot. Ugye a ciprusi szőlő hozzá volt szokva, hogy májustól novemberig egy csepp víz nincs, és megélt, és termett. Kiszedték ezeket a szőlőfajtákat. Az Európából vitt szőlő viszont nem bírja ezt a szárazságot, nem bírja ezt a forróságot. Na azért, aki kiirtotta a szőlejét, és ugyanakkor az új nem terem neki, azért nem biztos, hogy olyan nagyon európai identitást érez, inkább az európai pénzre volt szüksége. Hát ez az, viszont ezek a főleg a Trodosz-hegységnek a Limassol felé eső dombjai, ami tel is tele voltak szőlőkkel, kiszedték a szőlőt, tiszta kopásság. Igen, nagyon jó borokat ittunk, típusom. Egy kicsit szélesebb összefüggés válja ez a térképet, képzeljük magunk elé. Ciprus, az Unió talán legkeletibb pontja. Igen. Szíria, 95 kilométer. Északon Törökország, nem igazán baráti környezet ott a rész. Én nem emlékszem, hogy bármelyik időszakban sorosoztak volna, brüsszeleztek volna Cipruson, akár a jobb, akár a baloldali sajtót, vagy a politikai pártokat nézem. Mondok egy közelebbi példát, hogy a földrajzi helyzet és a hely, hogy olyan hat ki egy-egy elközelezettségre. Vegyük Ukrajna példáját. Igen. És még a két úgynevezett népköztesek, nem is számít. Tehát, hogyha szorosabban ott liheg a nyakadban egy ország, amely nem a legbarátibb veled, akkor egyre inkább erősödik az az érzés, hogy bennünket ők védenek meg. Ami elég nehéz, mert fizikailag nem hiszem, hogy bármi történne, vagy bármit meg tudnának védeni, de az elkötelezettség Európa felé, és hát ugyanez a civilizáció azért. Ott civilizációs határ is van Ciprus és Ázsia között. Hát akkor azok a magyar turisták, akik az idén mondjuk nem mentek Ciprusra, csak ajánlom. Télen mehetnek, mert akkor van víz is, ha jól értettem. Víz mindig van, fürödni is lehet. Lehet-e télen? November végéig, sőt, akkor a legfinomabb a tenger, október-november, szerintem a legjobb. Igen. Egyetértek. Úgyhogy drukkolni fogunk a ciprusiaknak, hogy sikerüljön nekik mielőbb közös nevezőre jutniuk a dolgaikban, és legyenek minél gazdagabb, tehetősebb ország. Érdemes maradjon ez az életszínvonal. Igen, maradjon ez az életszínvonal. Ciprus a magas életszínvonal országok minősítésbe tartozik a Világbank szerint. High Income Igen. Country. Igen. Angolul. Tehát csak egy példa. Maradjon meg ez. Igen. Csak egy példa. Cipruson a háziasszonyok nyugdíjat kapnak az államtól. Ezt tessék hangosabban mondani. A háziasszony, aki soha életében nem dolgozott, de felnevelt egy pár gyereket, és esetleg a ház körüli kertben kapálgatott. 65 éves korában nyugdíjat kap, a minimum nyugdíjat megkapja. És ez egy gyönyörű dolog. Igen, valóban, ennek biztos örülne sok magyar is. Meg kell becsülni a háziasszonyokat. Van Magyarországon két olyan politikai egyesület, amely a szociális Európa keretében ezt zászlójára tűzte, ezt is. Ez egy gyönyörű dolog. Ezek nem úgy dolog, tehát nem olyan rossz dolog. Jó. Ez úgy gondolom, hogy nézőink tetszését is valószínűleg megnyerte. Ígérni nem tudunk semmit, de gondolom, hogy talán ehhez hasonló
ebben a kerületben dolgok. Van majd példa a minimál. Igen, azért mondom. Ez a kerület élen jár Budapesten a 14. Ezt különösen köszönjük. És Máriának köszönjük ez új. Szépen. Uh-huh. Ezt nem majd elmondom. Igen. Itt van ilyen hasonló jelenség. Jelenség így értem. Köszönjük, hogy szóba hozta, és vétlen vagyok, nem kerületi lakos vagyok. Lászlónak, Máriának ezt a mai beszélgetést, valamint nézőink figyelmét is. Viszontlátásra jövő héten.